Nekem Miklós vagyok, és úgyis olyan régen volt már videó, gondoltam csinálok még egyet, méghozzá egy ládanyítós videót. Sajnos csak kettő ládát vettem, illetve egy harmadikat is, két színezen, meg egy revolvert. Meg akarom majd mutatni a két színezen miért vettem. Revolvert, mert meg ugye azért, mert ugye menő. Na, mutatok egy jó kis bugot, amit Anomaly mutatott be. Aki nem tudná, miről van szó, az jó figyeljen most. Ugye Anomaly mutatott egy ilyet, hogy ha van kettő megegyező ládátok, akkor rákattintok az egyikre, jobb klikkel, kiadja egy tárgy kiválasztása, és ott középen beadja a tárgynak a nevét. Pont azt írja, hogy name, FG, 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 FG. Szóval nem tudjátok, hogy igazából mit lehet kapni, csak így kattingattak, és miért jó ez, kérdezitek tőlem. Egyszerű, fog tárgy kiválasztása, és gyorsan kinyitjuk a ládát. Nem adja ki sajnos. Mindegy. Mit nyitunk az első ládából? Egy... origamit, ha jól látom. Hú, baszki. Jó. Ez ilyen field tested, vagy minimálver. Én minimálvernek látom. És minimálver. Ha, egész jó. És olyan a revolver láda. Nézzük meg, hogy ebből milyen... Hops. Bocsánat. Szóval jön a revolver. Na. Nagyon nem várok sokat ettől. Amúgy ezzel nem kattintottam elég gyorsan, azért nem adta ki. Szóval nézzük, mit lehet kapni innen. Hú, hát ezek közül mi kéne, mi nem. Mondjuk egy ilyen AK, mondjuk egy ilyen P90. Nem tudom, igazából több mindegy, ugye ezek bőven jöhetnek. Ilyen nem úgysem fog jönni, szóval erről is álmodjak. Ez a kettő, amit én nagyon szeretnék. Tehát mindegy melyik. Meg... ezek közül. Meg hogyha kb. Ezek közül kapok valamit, akkor ez már factory new legyen. De lehet, hogy csak éget fog kapni. Na, nézzük! Statrak Augeller! Legalább statrak. Ő, baszki, ez field tested. Aha. Fasza. Na. Milyen is, nézzük még egyszer. Elég tűrhető. Mindig elég hülye nev van. Nézzük meg, hogy mennyit ér. Ez a kettő, az Origami, a Geller. De egyetlen ilyen hülye neve van, olyan basszus, hát én ezt nem hiszem el. Nézzük ezt, Origami fos, 10 cent, ez meg. 92, hát buktam végül is. Vele, de. Nem sok az. Szóval ennyi lettem volna mára, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, a kérdéstek van, írjátok a kommentet, és lájkoljátok a videót, ha tetszett. Értem volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Itt is vagyok a kiegészítő videóval, méghozzá a kettő ládanyításhoz csináltam egy macsonyításhoz, és akarok csinálni a Dreamhack 2015 kluzsnapokából. Előbb nyitottam egy kluzsnapokamat, aztán vettem egy 89-et, mivel nekem egy csapatmatrica kéne. Ez a videó is lehet, hogy fenn lesz privátban, de még majd eldöntöm, amint az, amiben azt nyitottam, ezt a Dreamhack kluzsnapokát. Mi kéne innen? Hát... eléggé kéne egy Titán és egy Cloud9. Ez a kettő nagyon kéne, a többit annyira nem szeretném, de ebből a kettőből nagyon szeretném meg... mondjuk egy Mauser sportszor is legyen, ez a három. Meg ugye jöhet ez a Dreamhack. Tehát hajrá, remélem ebből a négyből kapok valamit, hajrá! Ez az Mauser Sports! Na, ez az egyik, amit akartam. Tök jól néz ki. Bár szerintem ezzel vesztettem, de ez kellett nekem. 1.38, igen, nézzük az áringadozását. Na, ez így most felment. 1.85 is volt, most le. Na. Tök fasza. Fog még feljebb is menni ennek az ára szerintem. Szóval ezt megtartom, és remélem profitálni is tudok belőle. És még mutatok egy ilyesmit, hogy... egy centen marad, de jó. Szóval mutatok egy ilyesmit, hogy Katowice 15. Ja. Elnézést, matricák, illetve konténer. Mert ez elég beszédes. Ugye mutatom, hogy mi. Ilyen nem volt. Most 14 euró. Navi.
14 euró, ezt érezzétek meg, illetve 10 euró. Ez azt jelenti, hogy én kb. 24 eurós profitom lehetne ezekből, lehetett volna, csak ugye idő előtt eladtam. Még anno augusztusban. Ezt augusztusban a Legends-et vettem 389, most 977. Illetve megnézhetitek a Coloin 15-öt is, vagyis illetve a 14-et, elnézést, a Coloin 15 a szart se ér. Itt is van a Coloin 15. Cloud9 Holo 775. Szóval láthatjátok, hogy jó sokat vesztettem, vagy eladtam. Conspiracy-t is 2,20€-ért adtam el. Szóval ezért megéri várni ezzel a Cluj napokával is szerintem, de nagyon szóval nyilattam, megköszönöm a figyelmet, sziasztok!